Na most a Pócsmegyed. Pócsmegyed, azért látod, hogy a táblák már azért, mert elkezdtük ezt a vonalat, még egy 5 évvel ezelőtt, tudod, hogy azért itt Surány is létezik, és akkor gyorsan kirakták, hogy sőt, az önkormányzat hivatalos Facebook oldal is Pócsmegyed Surány. Sőt, az önkormányzati oldalon is van már. Sőt. Igen, de attól még Pócs megy el a címkártyán. Okay. Na hát erről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, ez a podcast 101-es szobából 9. évadának első része, és itt vagyunk, itt vagyunk Surány 2-ben, tehát a második kerületében vagyunk Pócs vagy a Suránynak, egy házban, Szilvágyi Gábornál, de hadd kezdem a bemutatkozást Vajas Krisztával, Vajas vagy Vajasz? Magyasz. Legyen egy harmadik. Okay. Tehát, hogy, de határeset elfogadjuk. Jó, okay. Magyász? Magyász. És doktor Szilvágyi Gábor. Ja, volt egy olyan podcastod, akkor sok doktor volt, úgyhogy doktor. És Zsuzsával. Hello. És Bürgivel. Szerusztok. És velem Áronnal. És miért vagyunk itt Pocsmegyer Surányban? Azért, mert nagyon izgalmas találjuk ezt a témát. Azon túl, hogy Zsuzsa, te is itt jelölt voltál. Így van. És te nem nyertél. Nem. Nagyon közel volt hozzá. Mennyivel volt közel hozzá? Meg tudom egy nézni vagy a kettő? Választási nem volt egy, lapon. Nem egy-kettő, Surányban nyertem volna, ez így jól hangzik, de tényleg így van. De tehát, hogyha a ketten kipottyannak előtted, akkor te vagy a következő. Oké. Okay. Tehát jó eredmény, nagyon jó eredmény volt ez. Igen. De ti viszont nyertetek itt Pócsmegyer Surányban, és erről beszélgetünk. Ráadásul eddig is képviselők voltak. Elmondjuk a hallgatóinak, hogy mit kell tudni Pócsmegyer Surányról? Valamelyikötök összefoglalja? Mert nem biztos, hogy mindenki ezt így tudja a hallgatóink közül. Kamcsatkától Londonig hallgatók. Ez a Szentendrei szigeten található település egyébként, kb. 800 éves, az ófalusi része, ami Pócsmegyer. 30-as évektől kezdték felparcellázni a vele szemben lévő területet egy Surány nevű földbirtokos, és ebből alakult ki a jelenlegi Surány területrész, amit egyébként, aminek az utcáit Hajós Alfréd tervezte meg, tehát ezt a sugaras szerkezetet. Úgyhogy aztán szépen lassan benépesült ez a területrész is, olyannyira, hogy mondjuk az 1990-es évek végén 2000 környékén mondjuk 900-valahányan laktak itt, most pedig szűk 3000-en vagyunk. A Surány 3000, vagy Pócsmegyer Surány egyben? Pócsmegyer Surány egyben. Annyit szeretnék mondani, hogy azt hiszem, hogy a térség legdinamikusabban fejlődött települése, mert 46%-kal ugrott meg a lakosság száma. Fejlődő vagy növekvő? Növekvő. Uh-huh. Lakosság számilag fejlődő, ha ez így megfelel. Remélem, hogy más szempontból lesz fejlődő, de ez Krisztán meg Gáboron is múlik. Azt érdemes tudni, hogy itt Surány az alapvetően egy nyaraló helynek indult, de az elmúlt évek alatt nagyon sok lett a kiköltöző, aminek számos oka van, egy részük azért, mert a Dunakanyarnak az egyik megfizethető települése lett, illetve nagyon sok olyan, aki el akart vonulni, vagy kicsit kilépni a keretek közül, az ide jött a szigetre, úgyhogy egy csomó furcsa emberrel élünk együtt. De ez jó. Ugye a csatornázás is segített azon, hogy egy kicsit az árak feljebb menjenek, és mondjuk ez a nagyon sűrű kijövetel egy talán egy picit megritkította, vagy legalábbis megszortírozta, hogy kik költöznek ki, mondjuk itt nem volt csatornázva azelőtt, tehát 2015-ben fejezték be a munkátokat. Igen, ugye azzal, hogy csatornázva lett, ugye ez azért ez üdülővezet volt, és ugye ezt átminősítették, ugye lakóövezetté. Egészet egyébként? Az egészet. Tehát az utolsó, igen. És mindenütt van csatorna is most? Nem, nincsen mindenhol csatorna, de hát a település nagy részén igen. Az átkertek maradtak. Ahol Zsuzsa lakik, ott nincs. Akkor is minden átminősítve. De nem, tehát ami üdülővezet volt, az lakóvezet lett, ami zárt kert volt, az maradt zárt kert. Mm-hmm. Még, igen. Egyelőre, de gondolom ott is sokan laknak most arra felteszem. Igen, egyre többen. Ugye Szentendrén a Pismány volt, ugye zárt kertes terület, és... És ez ugyanaz a projekt, tehát akkor, amikor 15-ben volt ez a csatornázás, annak a másik vége, az a Pismány volt, tehát ez egy elég nagy projekt volt itt a Dunakanyarban. Így van. Amint pénzügyileg volt összefüggés, nem? Nem, minden szempontból, de csőszintén, tehát ez egy nagy projekt volt, ami... A Szentendrei vízműtelepen találkozhatunk, Krisztán és Gábor, értem. No, és 19 tölti képviselők voltatok. Igen, az az első ciklusunk, igen. Még most is az. És most újra választottak benneteket, és győztetek is. 19-ben már a civil szervezetté indultatok, vagy akkor még külön, vagy
függetlenül, hogy nem szervezetben indult, hogy akkor sosem, indult. Most sem, akkor sem, hanem inkább csak ez egy tömörülés, tehát ilyen közéleti csoportosulás volt. Hát jó, így értem, hogy függetlenek voltatok. Tehát, hogy nem volt egyesület, nincs hivatalos egyesület. Most nem, nem nincs. Nincs szükség rá, mert ugye itt nem, az, a tele, az a létszám van csak, ahol még a sima listás. Igen, ezt úgy jelent a kis listás, a hallgatóinak is, hogy 10.000 fős település alatt nem egyéni körzetek vannak és kompenzációs lista, hanem hogyha 60-an indulnak, akkor 60 hosszú life-nit kapnak a választópolgárok, és annyit kell x-elni, ahányan... És ugye a kompenzációs listának csak ott van értelme, ahol vannak egyesületek, vagy ilyen... Igen, de ettől még ekkora településen is lehetne, hogy ott van az egyesület neve, csak ezek szerint ti sem... Abszolút, hát itt indult a mi hazánk is. Tehát lehet indulni szervezettel. És a Szentendrei sziget az egyébként 4 településből áll, azt szerintem fontos elmondani. Ebből 2 olyan, mint ahol mi ülünk, a másik a Sziget, Monostor és Horány, ami Horány megfelel Suránynak, ami szintén üdülő területnek indul, de most már egyre többen költöztek ki, és a Covid ez egyébként ezt az egészet nagyon megdobta, és a kiköltözők számának növekedésével az önkormányzatoknak számos új problémával kell szembenéznie, mert hogy sokkal több embert kell menedzselni, meg helyzetet, meg autót, meg szart, meg mindent. Tehát, hogy... és akkor igényeket kell menedzselni, nem? Tehát igényeket azok a kiköltözőknek az igényeket. Legyen bölcsi, legyen óvoda, legyen iskola, tudjanak hol vásárolni az emberek, mert hogy most jelenleg ott tartunk, hogy például Pócsmegyeren a faluban nem igazán, tehát nincs egy rendes bolt, nincs egy zöldséges, nincs egy hentes, tehát ott élnek emberek, akiknek... Kocsmát sem láttam őszintén, szóval... El kell hagyniuk. És még kocsma sincs, igen. Ugye? Nincs kocsma. Hát a Napsugártér azért van egy presszó. Nem, a Pócsmegyeren. Az Ófaluban ott nincsen. Ófaluban még kocsma sincs. Ott van egy kis bolt. De rendes volt, mármint rendes, úgy értem, hogy egy kóp, egy... Hát ilyen szatócsból, tehát kis falusi ABC. Tehát, hogy el kell hagyniuk a falujukat ahhoz kávé, hogyha ha valahol be akarnak vásárolni, és a legtalán az is nehézség, hogy ezt a két település részt egy út választja el egymástól, és ettől nagyon ketté válik, tehát, hogy... Tehát Surány meg Ófalu között igazából van egy... Van egy mező, vagy szóval van egy... Igen, van egy út, ami nagyon szerintem fizikailag, meg egyébként is elválasztja a két település részt, és az emberek mindig úgy hivatkoznak magukra, legalábbis én ebben találkoztam, hogy én pócsmegyeri vagyok, vagy én surányi, tehát, hogy így identifikálják magukat, és hogy ez érződik is a hozzáállásban, az emberek gondolkodásában, meg az egymáshoz való viszonyban is valahogy. Szóval a legfontosabb, amit nem mondtuk el, a Kriszta, te leszel a polgármester október 1-től. Úgy tűnik, igen. Nagyon igen. A legjobbakat. Minden efelé mutat. Minden efelé mutat, igen. Úgy tűnik, hogy rengeteg feladattal fogtok majd szembenézni, de akkor nektek ez nem új, hiszen egyébként egy ciklus már lenyomtatok. Hát igen, hogy elég sok probléma azért megfogalmazódott bennünk már elég régen. Sok mindent nem tudtunk átvinni a most még jelenlegi képviselőtestületben, sok minden esetében mi visszapattantunk. Hát reméljük egyébként, hogy az új csapattal, az új polgármesterrel, hát sikerül majd ezeket a terveket. Valószínűleg jó viszonyban lesznek a új polgármester. Igen, azért jó lenne a jövőnket egyébként, hogyha nem jó lenne, hogyha a jövőnket mi írnánk, és nem pedig egyszer az árral folynánk, hogy ez történt az elmúlt... Definiálja pontosan azt, amire nekünk szükségünk van a településen. Kevés tapasztalatom arra mutat, hogy a legtöbb ilyen friss önkormányzatos csapatnak van egy ilyen néhány fontosabb politikai célja. Most a politikai alatt azt értem, hogy az, amit nagyon fontosnak tartottok, hogy az megvalósuljon, és azzal letenni a névjegyeteket az asztalra, hogy na ezt mi valósítottuk meg, hogy nektek mik ezek a nagyon fontos célok, amiket most tartanak. Igen, valóban vannak. Ugye nagy hátránya a településnek, hogy a közlekedés nagyon rossz. Ugye Zsuzsa is erre tett már utalásokat, tehát gyakorlatilag este 8 után itt, ha nincs autód, akkor itt ragadtál. Nincs révközlekedésünk jelenleg. Tehát az volt egyébként, amiben lehetett később közlekedni, tehát a volán buszjárat az 6 órakor vége, ez a rév az, mivel most, igen.
szerelő műhelyben van, igen, kettő. Szerelő, és most már kise jön onnan, sőt felmondta a szerződést a működtető. Ez a Pócsmegyer és Lányfalu, tehát a szerződést is felmondták, tehát az most úgy néz ki, hogy éppen nincs. Viszont mi eleve arra gondoltunk, hogy a kampányidőszakban is, meg azelőtt is, ugye az nyilván az elmúlt évek alatt megfogalmazódott bennünk, hogy valószínűleg itt szigeti szinten, nem csak a mi településünkön kellene egy nagyon jó minibuszos járat, mert ugye ide bejön nagyon ritkán egy ilyen nagy volánbusz, ami ügyetlenül mozog, meg nem is gazdaságos nyilván, tehát egy ilyet használni. Viszont ha lenne egy minibuszjárat, amelyik végre felnőne menetrendjében a megnövekedett lakosságszámhoz, akkor biztos vagyok benne egyébként, hogy lennének egy páran, akik az autót otthon hagynák. Most Gáborral felültünk meg egy újonnan beválasztott kisoroszi képviselővel, az ő, a kisoroszi képviselőnek a furgonjába, és lejártuk ezt a kört, ami hát volt 2 óra, Gábor, nagyon meglepett igen, minket. Igen, ugye és ez valójában ugye 2 kör lesz. Ez is két kör lesz valójában, gondolom. Tehát nagyon meglepett minket ez. Én 1 órára tippeltem, de valójában majdnem 2 óra volt, igen, nem? Mire tippeltem, mint 2 óra. Kisoroszit. A sziget az nem egy kicsi sziget igazából. És gondold el, hogy meg kell állni, ugye nagyon sok hajókikötő van, tehát itt a révet értem ez alatt, meg a kompot, révkomp. Tehát azért van egy pár megállóhelye, ugye Monostoroni és Kisoroszi vagy stb. És ugye hát azok ilyen, ahogy Gábor írta a papíron, én exit pontok, igen, tehát ugye ott tudunk, így van, föl kell szedni, átszállni, és akkor ez így nagyon megnöveli az időt, tehát hogy számításaim szerint 3 kis minibusz az állati jól tudna itt a szigeten masírozni föl alá, meg kimenni a hídon túlra is, ugye, hogy aki... És akkor ez a négy település összefogásával, 4 település így van értelme. Így van értelme, hiszen ez nekik is azért valamekkora problémát okoz. Mondtad a költségeket, tehát ugye egy több opciót ugye gondoltunk el. Ugye ez miután, ez nem egyszerűen csak Pócsmegyeren közlekedni ez a kis busz, hanem összekötni a szigeti településeket, és ahogy a Kriszta mondta, a stratégiai pontokhoz, az exit pontokhoz vinnék az emberek, utána rá tudjon csatlakozni a Budapest agglomerációra, vagy a Szentendrei oldalon, vagy ugye a Gödi oldalon. Ugye ez helyközi közlekedés lenne, ugye állami feladat, tehát elsődlegesen azért az lenne, ami... Igen, ez volt ez az egy... Tervünk, hogy ez valahogy az állam felé... És ez egy nagyon fontos pontja. És ezt a mind a 4 település együtt, tehát az lenne a nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez egy lépés lenne, mert az elmúlt időben azért ezt mondhatjuk, Kriszta, hogy nagyon együttműködés, mi azt láttuk legalábbis, hogy a települések között nem volt. És szerintem a közlekedés egy olyan pont, ami össze tudja kötni ezt a 4 települést, és remélem, hogy a polgármesterek egymás mellé állnak, és ez ügyben azért képviseljük a sziget. Csak hogy jól értsem, tehát hogy igazából azt mondod, hogy a 4 település bármennyire is szeretnél, nem tud finanszírozni egy ilyen busz létrejöttét. Hát, tehát muszájuk vagytok az államból kipréselni. Én szerintem egyébként igen. Oké, ez a B opció. Tehát de van egy A opciónk, ez volt az A opciónk, hogy ez állami finanszírozás, állami feladat. Mint ahogy eddig is a volánbuszt, ahogy üzemeltetik. Tehát a volánbuszra sem fizettünk. Ugye a révhez pályázni kellett, ugye minden évben meg kellett támogatni, hogy működni. Igen, érdemes. Oké, tehát akkor a B opció pedig pontosan az így van, hogy ilyen kettős finanszírozás lenne, ugye állam és a sziget mondjuk ugye egy társulást hozna létre mindenféle keretek között, és akkor így valahogy így finanszírozni. És ugye a C verzió az, amikor nem kapunk állami támogatást, akkor valahogy megtorolja az a 4 település. Hát, szóval amit most így kalkuláltunk, az legalább 60 milliót jelent egyébként éves szinten. Voltunk egy éve Krisztával Pomázon, ott kipróbáltuk ezt a helyi buszt, ami nem tudom, a hév megállótól viszi fel Pomáz különböző részeire az utasokat. Ennek talán ennek a busznak az egyik érdekessége, hogy ez nem egy egyszerű járat, hanem ez egy szociális buszjárat, amiért nem kérnek pénzt, és akkor Pomáz megtehető, hogy ilyet tud üzemeltetni. Viszont az ugye helyben van, tehát az nem mondható helyközi járatnak, az inkább egy ilyen. De meg tudja tenni a helyi üzemeltetés, és egyébként ki is van használva. Tehát mi mentünk ott 2 kör Krisztával, és tényleg fullon volt fiatalokkal, idősekkel, tehát van rá szükség. Itt még inkább lenne szerintem. Ez volt az első, a közlekedés.
Igen, ez az első, illetve hát szinte párhuzamosan az utak karbantartása, vagy egyáltalán jó lenne új utak. Hát van 60 kilométer hosszú úthálózatunk, és ebből mennyi lehet aszfaltozott, mondjuk 3, vagy valamilyen kis icipici számocska. És ennek egy, van ebben olyan is, ugye, amit még aszfaltnak se nevezünk. Igen, Pocsmányon azért viszonylag sok aszfaltos út van, úgyhogy igen, nem tudom, mondjuk 10%-a lehet, hogy megvan. Valami talán ilyesmi, de a többi nincs. Ezzel kapcsolatban is ugye azt kínáltuk fel, illetve ezért szeretnénk ugye dolgozni, hogy valamilyen módon felméretnénk az összes utcát, tehát hogy milyen úttípus, az milyen megoldásokat kíván, tehát a talajtípustól függően, tehát milyen műszaki megoldásokat kell ott végigvinni, és akkor egy ilyen táblázat alapján, mondjuk egy nagy esőzés után is ugye tudnánk, hogy mit kell csinálni, ilyen nem csak nagy esőzés után, hanem eleve lehetne azt költségelni évre. Ugye lehetne egy ilyen prioritást, egy sorrendet felállítani, hogy hol kell azonnal beavatkozni, mi az, amit egy kicsit odébb lehet tolni, hiszen ez rengeteg pénz, bármerről is nézzük. És akkor lehetne már is mondjuk valami koncepció arra, hogy az útjainkat karban tartjuk, és a műszaki pedig pont arra gondolunk, ugye, hogy ne úgy legyen, ahogy most van, reményeink szerint ez is megoldható, hogy lezuhan a nagy eső, ugye rögtön kimosódik az összes előzőleg beszort 5 szem kavics meg minden, amit berakott a karbantartás címén ugye a kolléga, hanem akkor valami olyan megoldás legyen, ami tartósabbá teszi legalább egy évre, vagy valami ilyesmi, amíg el nem érhetjük azt, hogy legalább a fő bútjaink, gerincutak, gyűjtőutak valamilyen szilárd burkolatot kapjanak. Uh-huh. Ugye azt köszönjük, hogy eléggé kisöpörték a önkormányzatoknak a kasszáját a Covid kapcsán, állom bácsi. Nálatok valamit a jobb a helyzet, mint az országos átlag? Vízbázis védelem alatt van az egész terület, tehát itt nem lehet bármilyen ipari parkot vagy, tehát nem mindegy, hogy... De ez előny is, tehát ez egy... Nyilván előny is, hátrány is, mindegy, nézőpont kérdése így van. Tehát ilyen szempontból nem állunk jobban, és nagyon hiányzik az a pénz egyébként a kasszámból nyilvánvalóan, amit élvetek. Tehát az nagyon fáj nekünk, az mostanra legalább nem tudom, 26-27-28 millió forint per év. Igen. Azt ugye elvették. Tehát hiányzik, valóban hiányzik. Nyilván, ami nagyon fontos, hogy valami olyan beruházást tudjunk ide bevonzani, ami megkímél attól bennünket, hogy csak az államra támaszkodjunk. Tehát ugye ez nagyon fontos lenne. Ugye mondta Kriszta a 60 km utat, tehát ebben az évben be tudtunk tervezni kb. 10 millió forintot útjavításra. 12. Bocsánat. Igen. Csak hogy pontosak. Szóval azt el tudjátok képzelni, hogy ez mire elég. Nagyon kevésnek tűnik, bocsánat. Ha jön egy villám árvíz, akkor ezt a pénzt az felöleli, mert egyszerűen... Már maga a homokzsákolás, vagy a vállag megóvás, vagy nem tudom, de... Egyszerűen az utaknak a helyretétele, szóval van 30 pont itt a településen, azt helyre rakni gépekkel, elviszi ezt a 12 millió forintot. Azt teljesen nyilvánvaló, hogy most nagyon sok pénz nem lesz az útjavításra, viszont ugye azért szeretnénk egy olyan programot is elindítani, ahol a lakosok valamilyen módon aktív részt vesznek ebbe a felújításba, és közösen az önkormányzattal. Tehát ezt majd szeretnénk úgy elmondani az itt élőknek, hogy szükségünk van a segítségükre, közös összefogásra ezt meg tudjuk adni. Az alapkoncepció az lenne, hogy önkormányzati gépekkel, munkásokkal tudnánk vállalni az útfelújítást, és akkor az ott lakók pedig mondjuk az anyagköltséget állnák, nem tudom, murvát, bazaltot, ilyen 50-50%-os... És ehhez illeszkedően pontosan az volt, ugye, Zsuzsa, te is emlékszel, ugye a másik fontos észrevételünk, hogy a közösséggel is tudnánk együttműködni, nem csak ugye lakossági fórumok és közmeghallgatások keretein belül, amit mondjuk most már online is lehet ugye közmeghallgatni, meg csak úgy, hogy csak élvezni. Ha akarjátok, akkor ugye, csináltok hogy csak online. Csak borzalmas lenne. Így. Nem, tehát hogy mi pont kiszéletet, hogy kis csoportokat hozunk létre tematikusan, már el is kezdtük egyébként, ugye Zsuzsa Ponta vagy az egyik, az állatvédelem a vezetője, állatvédelmi csoportunknak. Tehát, hogy ezek a csoportok egyrészt kidolgozhatnak javaslatokat, tehát, hogy ahogy járnak, kellnek ők is a településen, összedolgoznak, ugyanakkor közösségi szinten is megvalósíthatnak
elképzeléseket, ha valami nagyon nem megy már önerőből, akkor meg azt be tudják hozni bizottságba, képviselőtestülettel, és akkor nyilvánvalóan, hogyha az észszerű meg egyáltalán, meg tök jó nekünk az egész településnek, akkor azt valamilyen módon megtámogatjuk. De ez tényleg azért jó, mert egyszerűen növeli a részvételiséget, tehát hogy valóban együtt tehetünk, tudod, valamit ezért a településért, és ilyen nincsen, hogy mi ott ülünk majd hatan, vagy nem tudom hányan, és akkor majd minden tudok, vagy még a bizottsági tagok, majd megfejtjük a dolgokat, mert nagy túrót, egy csomó minden nem juthat eszünkbe, ami állati jó lenne, csak éppenséggel Tamás a mérnök tudja azt a valamelyik utcában, de valahogy nem jut el hozzá hír, hogy várjuk szeretettel. Egyébként foglalkoztuk ezzel a részvételiség című topikkal, ami most nagyon, hát nem azt mondom, hogy divatos, mert nem csak a divaton túl, egyébként nagyon hasznos is, azt gondolom, tehát ugye Budapesten is nagyon jó kezdeményezések vannak ez ügyben, most egyébként Ferencvárosban is egész jó részvételi módszertanokat vezetnek be, sajnos az én édesemnek nem elég bátran, de mert ugye ennek különböző lépcsőfokai vannak, és a mindenkori irányítás nehezen engedi be a lakosságot sokszor a döntésekbe. De nálatok mi erre? Van-e koncepció és micsoda? Nem tudom, nem, szerintem elég ösztönösen ment, zajlott ez az egész, mert ugye Gábor majd elmondja a maga részét, ugye a Környezetvédelmi Bizottság kapcsán egy jó pár okos projektet talált ki, programot, amit gyakorlatilag a közösséggel valósított meg, illetve azoknak a részvételével. Én magam pedig olyan tulajdonképpen kis egyszerűnek tűnő dolgot kezdtem el 2 éve, mint például ugye ez a bolhapiac, ami meglepően sikeres lett. Állítom egyébként, hogy részben valamelyikkor a százalékban ennek köszönhető, hogy most mert egyszerűen ott vagy az emberek között, megismernek, és csinálsz valamit, amit örülnek. Nagyon örülnek. Ilyen volt az advent is, és nyilván adományokat is gyűjtöttünk különböző civil egyesületeknek ilyenkor, de nagyon sok barátság született, megdumálnak egymással az emberek egyszerűen, és ez egy olyan esemény, ami mindig kiszámítható módon újból és újból megismétlődik, és kell az embereknek egyszerűen, hogy történjen valami körülöttük. És akkor most ennek kapcsán gondoltam azt, hogy milyen szuper lenne, ugye ezeket a közösségi köröket, közös köröket létrehozni, ami kurva nagy meló, főleg, hogyha még nem nagyon van partnere az embernek benne, meg ugye eleinte úgy veszem észre, hogy úgy nem elszoktak az emberek az ilyesmitől, tudod, hogy valaki szeretné, hogyha beleszóljon a dolgaiba, vagy a dolgokba, tehát hogy hanem hogy kell nógatni egy picit őket, hogy na hát akkor nézd, itt ez a téma, ez valószínűleg érdekes, stb. És előbb-utóbb úgyis belelkesülnek, tehát hogy ez történt legalábbis idáig. Úgyhogy én bízom benne, hogy ebből egy ilyen nagy ilyen össznépi önkormányzó lesz, vagy legalábbis valamilyen szinten megvalósult tényleg az, hogy többen bele tudnak szólni a dolgokba. A hallgatóink abban belelátnak, hogy tulajdonképpen egy kis településnek, egy falunak milyen problémái lehetnek itt Budapest agglomerációjában. Akkor, amikor azt mondta, hogy bolhapiac, akkor ezt hogy kell képzelnie a hallgatóinknak? Mit jelent ez itt? Úgyhogy először, tehát itt volt egy nagyon kedves idősebb hölgy, aki Németországból úgymond a nyaralójába hazajött, és mivel rengeteg ideje volt, ezért kitalálta, hogy csinálja ezt. És baromi jól sikerült, csak sajnos a Covid ideje alatt meghalt. Tehát nincs már közöttünk, ami borzasztó nagy veszteség, mert ő tényleg az az ember, aki maga köré tudott gyűjteni, egyszerűen a lényével meg tudott szólítani kis közösségeket. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy folytatjuk, mert ez az, aminek van értelme. És hát először, mit tudom én, lézengett egy pár ember, viszont baromi jó volt a hangulat, mindenki imádta. És akkor elkezdtem komolyabban hirdetni. Hát a hirdetést azt úgy vett, hogy közösségi oldalakon, tehát sőt, kimerészkedtem a településünkön kívül is, ugye Sziget Monostori közösségi oldal, stb. Tehát egyre többen jöttek olyannyira, hogy tavaly a bolhapiacon felbátorodva a csapattal, egy remek csapattal 4-en csináljuk ezt. Egy adventi vásárt is összehoztunk, szintén külsőben, mert ugye ez nagyon fontos, hogy ne belső térben legyen, ugye akkor bárki oda csapódhat, elmehet, kedvet kaphat, és a többi, ahol kb. 400-an voltak. Tehát azért így Surányban volt, vagy pedig a Pocs megyedén? Így Surányban, a Napsugár téren. A Napsugár téren, és majd 400-an jöttek, mentek, szóval fergetegesen sikerült, és a bolhapiacon is, hát kivétel most a nyári szabadságos időszakon kívül, nagyon sokan jönnek már, tehát hogy ennek volt egy lassú folyamata, megszerették és várják, tehát most már kell lennie.
Krisz, nem tudom, hogy említetted Kaba Oliviát. Uh-huh. Ugye talán még azért annyi infót én el szeretném mondani, mert engem ez lenyűgözött, hogy ő meccénás is volt, mert Afrikában ugye a férjével ők csináltak egy kis kórházat gyerekeknek, tehát ez szerintem egy nagyszerű dolog volt az ő részükről. És nem mondtam ki, hogy Kaba Olivia. Igen, én most kimondtam, úgyhogy Kaba Olivia, így van. Szóval ez fantasztikus ember volt, nagyon nagy veszteség, igen. Ezt akarom elmesélni a hallgatóknak, igen, hogy nekem az a meglátásom, hogy itt a két, tehát a Pócsmegyer és Surány közötti senki földjén van egy hatalmas épületkomplexum, ami kívülről nézve azt kell mondjam, hogy üres. Tehát mintha abban nem történne soha semmi, és én értem, hogy van benne egy osztály, és Júzsi Zsuri van. Nem, de épp az, hogy élettel kellene megtölteni. Igen. Ez a baj, egy belül is üres. Tehát, hogy és akkor én ugye azt nyilatkoztam, amit gondolok is, hogy annak valósan akkor egy művelődési házként, vagy faluházként, nem tudom, hogy kellene funkcionálnia, és annak az élére pedig nyilvánvalóan egy olyan ember kell, akinek ez a szakmája, és progresszív, és van rálátás, hogy ez hogy működik, és működteti. Elmesélném neked egyébként azt, mert nekem nagyon-nagyon meglepő volt, de hát nyilván, szóval én sem vagyok már túl fiatal, hogy... Mert még ki nem? De a jelenlevők mind nagyon fiatalok. Igen, de hogy sokat biciklizek a Dunakanyarban, és van egy kedvenc helyem, a Zsigi Büfé nevezetű hely, ott Nagymaros mellett a Senki földjén, ahol egy ilyen fiatal csapatból álló szerveződés, vagy fiatalokból álló szerveződés gyakran csinál zenét, és ezek még Budapestről is kihúznak egyébként résztvevőket. És egy másik ügy kapcsán szóba egyettem ezzel a sráccal, és kiderült, hogy ők Nagymaroson már bérlik az önkormányzattól az ottani kultúrháznak kinevezett helységet. Mindenféle harcaik vannak velük, hogy ez hogy lehet, meg mennyiért, meg hogy ők mennyire hasznosak ebben a dologban, de hogy amikor sikerül, akkor ott népszerű programok vannak. Csak azt akarom ezzel elmesélni, hogy nekem az a meglátásom, hogyha tényleg olyan szereplőt tudtok megtalálni, aki be tudja vonzani a fiatalokat, tud csinálni olyan programot, ami akár nem csak Surány, Pócsmegyer, nem csak a Szigetről húz be embereket, mert szerintem a Szigeten is rengeteg olyan ember van, aki tök szívesen részt venni egyre több programokon, igen, pont a kiköltözők miatt. Én sokáig azt hittem, hogy az nem lehetséges, és most pont az az ellenkező. Én is úgy gondolom, hogy persze, nyilván valaki azt mondja, hogy de hát ez nem lesz rentábilis, stb., de hát egyrészt ennek is van valami minimális normatív támogatása, nem ilyen állami. De szerintem, és ott van már ez azért, már ott van. Hát akkor működjön. Tehát, és tényleg az van, hogy van a bezzeg a Szigetmonostor, tehát hogyha mi itt kulturális programon akarunk részt venni, akkor általában Szigetmonostorra megyünk, és utána mondjuk Szentendrére, tehát hogy a Szigetmonostoron nem tudom, hogy mit csinálnak másként, de közösségi programok szintjén nagyon sok minden elérhető a faluházban. Szakember vezeti azt a ennyi a faluházat. Tehát és ez csak az kell, hogy mondjuk legyen egy kvízest havonta, és a kvízesten ott vannak a helyiek, meg ott vannak Nem tudsz időben regisztrálni, igen, a kocsma kvízre, egyszerűen olyan tömeghisztéria van, igen. De hogy a Gábor csinálja volt? Nem a Gábor csinálja, hanem az milyen Adrián, az Adrián a... Ugye Gábor itt lett képviselő most. Így van. Jó, oké, akkor kevettem a falvakat, elnézést. Te megmutatta, hogy mennyire bennfentett. Pont az, hogy ne. Ja, azt hittem, hogy ismered a Gábor. Én ismerem a Gábor, csak azért. De hogy mondjuk ez vicces, hogy nem tudom, a Szigetmonostori hentessel, aki ez amúgy is jársz, mit tudom. Aki Surányi. Egyébként. Nem mondod, szinte utcán beli, tudom. Tudom. De hogy együtt játszol meg a többiekkel, és itt kialakulnak még kapcsolatok, amik egy ilyen kis közösségnek szerintem baromi fontos, főleg, mert hogyha gáz van, akkor csak egymásra vagyunk utalva. Hát, tehát, ha pálinka főzésre keresztel, hát ha majd találsz ott a vízkapcsán. Ugyanígy pálinka főzőt keres. De miből akarsz pálinka? Körte. Annyi körtéd van? Aha. Egyébként, hogyha jót akarunk enni, akkor is Szigetmonostorra megyünk, tehát nem csak a kultúra miatt, hanem
Marha sok dolog van. Ha fürödni akarsz, akkor sokszor kis oroszra mész, a színes picire. Nekünk is nagyon előbb is van a strandunk. Oké, az nem egy hivatalos strand, viszont nagyon jó szerintem a Surányi. Hogy mondjam, az igazság kedvéért, ugye nem csak a Szigetmonostorra mentek, de Horányban is egyébként remek helyek vannak. Igen. Bár szintén jobbára egyébként. De egyébként itt is volt élet, még a 60-as években, 60-as, 70-as. De, nem, kocs, komolyan. Visszanézed a fotókat, bocs, meg az, az a film, hogy a 60-as, és eltűnt. Tehát itt volt mind csárda, meg étterem, meg zöldséges, meg anyám tyúkja, volt működő hajókikötő, tehát tényleg hajóval jöttek ide, tudod, evesztek, a szigetre. Tehát, hogy minden volt, volt, és ez így valamikor egyszer csak leépült. És gyakorlatilag itt egy hát, alvó falu, egy éppen benépesülő településrész, de nincs semmi, ami megmozgat, életet lehelne belé. Még kocsmánk is csak egy van. Szigetmonostornak meg legalább négy. Jó, hát most ez a lényeg, hogy fel kell tölteni ezt a települést, a csomó mindennel. Nem is szerinted a viszonyítási porthoz Szigetmonostor, hát, a másik falu. Ugyanannyi lakos, meg ugyanannyi település, szerkezet, stb. Ezért hozzájuk hasonlítani. Igen, ugye most ugye visszakapcsolódik ez ahhoz, amit ugye mondtam, tehát ugye sodródott az árral, olyan fejlesztések voltak, amire ugye kiírták a pályázatot, hát most vitatkozhatnánk arról, hogy ezekre volt-e szükség, nem volt szükség, de hát jó lenne, hogyha az elkövetkezendő időben tényleg olyanok valósulnának meg, amire tényleg szüksége van a településnek. Egyébként, hogy kicsit visszacsatoljak a te el nem mondott zöld topikodra, hogy az mennyire köt meg benneteket, hogy ugye mondtuk is, hogy ez egy vízbázison ülünk gyakorlatilag, sőt, körbe szerintem körbe vagytok lőve mindenféle Natura 2000-es területekkel. Hogy ez benneteket mennyire köt meg a ti fejlesztési terveitekben? Hát eléggé. Ugye például, hogyha most ilyen zöldebb dolgokról beszélünk, ugye, hát azért elég nagy hülyeség elhordani a zöld hulladékot jó messzire egy kukás autóval. Ugye nagyon jó lenne, hogyha a szigeten, és az is nem kell, hogy egy település megoldja, oldja meg két település, mint a Szigetmonostor, Pócsmegyer, egy közös zöld hulladék udvart, ahol komposztálják a zöld hulladékot, ugye megfelelően kezelik, komposztálják, majd a helyi lakos is beviheti oda akár, és utána pedig vásárolhat valami. Na de nem lehet, árért. Mert de nem hogy? Lehet, mert hogy igen, ugyannak van egy bizonyos leve, ami elfolyik a talajba, azt jó alá kell betonozni, szóval ennek, de ezt még le kell betonozni. De én nem kidálkozok, igen. Igen, de ugyanazt, amit a kertedben nem csinálsz meg, azt meg kell csinálnod közösségi szinten. Tehát a kertben senkit nem érdekel, hogy ugyanúgy elfolyik a lé. Viszont, hogyha ezt hivatalosan közösségi komposztálóként kell működtetni, akkor sokkal bonyolultabb szabályok vonatkoznak rá, és tényleg különösen emiatt, hogy védőbázis vagy területen van, meg hogy alattunk megy, tehát hogy gyakorlatilag mi adjuk Budapestnek de a vizet. Így van. Hát az ivóvizet, ezért nagyon védik. Nagyon kevés kompenzációt kapunk, tehát szívesen. Tehát, hogy... Igen. Nem eléggé vagyunk megbecsülve, úgyhogy lehet, hogy egy ártárgyalást kell majd a testületnek lefolytatni a fővárosi vízművekkel. Igen, amelyek szintén duskán valószínűleg. Ezt akartam mondani, szerintem tele vannak. Mert hogy mondjuk el, hogy azok a települések, nem gondolom országszerte így van, ahol vannak kutak, azok kapnak pénzt azért a vízért, amit ott termelnek ki. Természetesen Bezzeg Szigetmonostor sokkal több pénzt kap, mert sokkal több kutya van, itt meg, mi meg a legnagyobb területen helyezkedünk el ilyen szempontból, de a legkevesebb kut van, így Pócsmegyer Surány sokkal kevesebb pénzhez jut, és ezt lehet, hogy újra kéne tárgyalni, és így lehetne bevételt növelni, mert hogy azt gondolom, hogy vagy a kiadásokat fogja csökkenteni a testület, vagy a bevételeket kell valamilyen módon növelni, amit vagy úgy lehet, hogy idehoztok egy think tank központot, vagy rábeszélitek Tiborcot, hogy ez legyen a... vagy egy alapkezelőnek. Tehát, hogy... De nézzétek ide... Ez a két út, amin szeretne... A Tusványoson ugye hallhattuk, hogy az egyik új cél, hogy a falvakban is városi szolgáltatás szintjén működjenek a dolgok. Tehát ez... Mondjuk itt a közlekedés és az utak állapota szerintem bőséggel bele tartozik ebbe a kategóriába. És mi a helyzet a mentőszolgálattal, tűzoltósággal, rendőrséggel, ezek? Hát itt mind, azt a teljesen intézte. Emlékeim szerint mindig
Itt az ilyen örökzöld téma volt az a sziget. Na most van egy mázling, hogy... van egy mázling, hogy Szigetmonostoron vannak az önkéntes tűzoltók, tehát itt valami gáz van, ők pikpak érnek ki, tehát fantasztikus, amit csinálnak, tehát lakkalappal. Az orvosi ügyelet, ugye az sajnos innen is el lett, meg lett szüntetve pontosabban, illetve most nyárra visszajött. Nyárra visszajött, és, hát, és az szeptember 30-ig tart, vagy augusztus 31-ig tartott? Hogy van az? Hát azt hiszem szeptember 15. Szeptember 15, tehát akkor most szeptember 15-ig, de nem, úgy olvastam, hogy még nem nincs biztos válasz arra, hogy megszűnik, tehát erre a téli időszakra, őszi-téli időszakra, vagy esetleg marad még valameddig. Mondjuk nyilvánvaló, hogy a nyarat nem merték volna bevállalni enélkül, hát ugye nem tudom, hogy 3-4-szeresére feldúzzad ilyenkor a lakosság szám, az egész Dunakanyar, így van. Hát persze sokan reménykednek, hogy mert baromi jó, ha nem is volt kijárós, de valami problémád volt autóba, be, vagy ismerősébe, mindegy, és ott vagy a hídon átmész, és már ott is vagy, most ez éppen meg fog szűnni, amennyiben úgy döntenek, hogy akkor erre a kevesebb létszámra elég lesz megint Szentendrére. És a rendőrség meg tanított faluban szintén van egy kis rendőrőrs? Van egy kis rendőrőrs, igen. Én meg viszont nagyon szeretnék egy polgárőrséget. Egy nagyon jól működő polgárőrséget. Tehát úgy érzetek, hogy most a közbiztonság terén van mit javítani? Nem is a közbiztonság, inkább a... Tehát, hogy kultúrák legyen, a kultúrák megjelenése legyen mondjuk a településünknek, és ez most Surány részről beszélek elsősorban, mert nagyon sok bugyerga van ott, tehát amúgy is ilyen elhagyatott nyaraló, vagy legalábbis nagyon ritkán járnak ki, de nem csak azzal van probléma, mert sokan le is kasszáltatják, meg vagy lenyiratják a füvüket annak ellen, hogy ők nem járnak ki, van, aki nem, de vannak például ugye a porták, előkerteket nem tartják arra a polgárőrség. Ugye vannak rendeleteink, tehát hogy mit tudom, ki mikor tüzelhet, vagy mikor lehet, milyen módon lehet fát kivágni, mert hogy ugye ez egy jellemző a településünkre, főleg aki mostanában jön ki, hogy kiköltözik ugye ebbe a zöld, csodálatos, burjánzó, madárcsicsergős tájba, így van, tarra rögtön a kert, gyorsan rákövetne, hogy valami kinőjön még gyorsan, míg nem figyel oda. És az úgy a rendezett, hogyha le van térkövezve. Le kell legyen térkövezve, és fucking. Na most erre van azért egy rendelet, most ebben az a jó, és most adom hát majd Gábornak a szót, hogy itt nem volt környezetvédelmi bizottság sem, annak ellenére, hogy nyakunkon, sőt nem nyak, benne vagyunk lazán a klímaválságban. Úgyhogy Gábor létrehozta 2019-ben ezt a bizottságot, és így nekiállt dolgozni is vele. Hát igen, akkor csak egy pár részletet, ugye Kriszta már mondta, hogy azért van... Volt nekünk egy viszonylag szigorú fakivágási rendeletünk, amin azért kellett lazítani, mert oda jutottunk, hogy olyan számú fát kellett volna az embereknek ültetni, amire nincsen hely. Ugye sajnos azért itt volt egy olyan periódus, amikor az emberek tényleg jöttek, és folyamatosan fát még vágtak. Most is van, Még most is van. Hát igen, szóval ezen azért változtatni kéne. Ebben az évben is már volt két olyan szemléletformáló előadásunk a PRK-ba, ahol talán aki megjelent a művelődési házba, akiknek talán a fejébe picit elindult más irányba a gondolkodás a tekintetben, hogy azért nem kell arra vágni a kerteket, és nem biztos, hogy azért az angol gyep az, ami jó itt. Egyszerűen meg kell tartani a fákat, jó az, hogy árnyékot ad. Ebben az évben megvalósult első ütemben a fakataszterünk, tehát szeretnénk egyébként a települést jobban fásítani, és erre odafigyelni, jövőben ezt megfelelő módon tervezni. Ugye felkészülni azért a klímaváltozásra, hát látszik azt, hogy azért szárad ez a régió. Olyan fákat telepíteni, amik vannak, ezeket megőrizni, mert hát tudjuk azt, hogy egy árnyék azért mit tud tenni. Szeretnénk létrehozni egy saját települési faiskolát ott a tó mögött, ahonnan pótoljuk majd a fákat, tehát itt kondicionáljuk, és egyszerűen onnan fogjuk telepíteni, és még vannak ilyen jellegű gondolataink, ugye, ahogy már említetted, ugye Natura 2000 vesz minket körbe, vízbázis, védterületek, hát nagyon jó lenne, és azért ez egyedülálló a Szentendrei-szigeten, hogyha egy botanikus kertet létre tudnánk hozni, és begyűjthetnénk ide nagyon szép fajokat. Oké, ez most nem az 5 év, hanem ez egy hosszú távú sztori lenne, azt gondolom, hogy működne, mert vannak itt olyan területek, amelyek alkalmasak lenne arra, hogy a település, vagy más településre összefogva egyszerűen begyűjtsünk sokféle fafajt. Itt van egy nagyon jó egyesület, a Köszi Önkéntes Egyesület, akik nagyon
nagyon jól építenek közösséget, és ennek része az, hogy az emberek például utcákat fogadnak örökbe, és ott szemetet szednek. Tehát, hogy mindenki választhat egy utcát, vagy egy hosszabb utcának egy részletét, és arra figyelhet, és hogyha ott valami olyan van, ami esetleg az önkormányzati beavatkozás szükséges. Ezt most úgy képzeljétek el, mint például emberek kidobják a, nem tudom, az, a matracukat az utcára, és akkor azt valakinek onnan el kell vinni, meg a tévét, vagy bármi más van, akkor szólnak, és akkor például ebben is egy kicsit így a közösség összekapcsolódik, meg a köszi nagyon sok olyan dolgot csinál, ami a padfestéstől a, mondjatok, tehát hát a Liget térből csináltak gyakorlatilag egy szabadidőparkot, tehát petánkpályával, pingpongasztallal, pihenőpadokkal, sakkasztallal, és maguk faragták a bábukat hozzá, és tényleg barom jól néz ki, tehát nagyon ügyeskedzen. És az ember két faragás között elkezd beszélgetni a szomszédjával, akiről aztán kiderül, hogy három utcával arrébb lakik, és az egyikünk... Odúfestés. Most például egy bicikliszervizpont van egyébként a Napsugártéren, tehát hogyha hírt mennél hazafele, és valami történ a bicikliddel, akkor ott az helyben szerszámok lógnak le. Ugye, kicsit spoilereznek, hogy most ugye köszi nyert pénzt, és ugye megvalósul egy tanösvény, a településen átívelő tanösvény 8 ponton, úgyhogy most azon dolgozik. Tehát ezt te találtad ki? Hát igen, közösen megpályázott rám forrást a köszi, megnyert, hogy a Tesco-nál igen. volt egy szavazás, sőt ugye kapott ott egy, nem tudom, remélem jól mondom, külön díjat is, és külön, akkor ebből igen. összeállt egy viszonylag nagyobb összeg, és 8 pontból álló tanúsvény, gyakorlatilag Suránytól egészen a Ófalui Révig. Szóval marha jó dolgokat állnak, és ugye Topics Judit az elnök ennek az egyesületnek, és pont az ő, hogy mondjam, ilyen vas fegyelme, meg agilitása kell, igen, ahhoz, hogy ez nem csak, hogy életben van, hanem folyamatosan működik, és újabb produktumokat termel ki magából. Én nagyon örülök, hogy a köszi szóba jött, mert ugye számomra nagyon kedves az a típusú állampolgári magatartás, amikor merünk kimenni a közterületre, és ott létrehozni valamit megalkotni, akár úgy is egyébként, hogy nem feltétlenül egyeztetünk a mindenkori irányítással, tehát hogy Judit azért mindig van egy ilyen attitűd. Mindig megkérte, mert, és mindig megkapta, tehát hogy azért ezzel nem, tehát itt azért ilyen problémák nincsenek, tehát hogy gondolom, hogyha busz megállót akart volna, egyébként szeretettel várjuk természetesen az MKK-t és busz megállót. Ja, hát egyébként a köszi azért varázsolt abból a Napsugárt téri busz megállóba, egy könyvbusz, nagyon jó, és szerintem olvashattátok is az újságból, hogy micsoda nagyszerű alkotás. De van egy lerobbant is, tudod, a szigetúton, a Domolyos Andri. Vink. Nem vennünk kell a közti kenyerét. Igen. És nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy itt Surányban van az Igaz Gyöngynek is egy kis üdülője. Az Igaz Gyöngy alapítványnak. Igen. Igen. Itt most kezdte meg ezt a működését igen. itt. Felajánlotta itt egy idős hölgy, tehát gyakorlatilag végrendeletben az Igaz Gyöngy alapítványra hagyta az ingatlanát. Amit elég kemény pályázat útján, meg segítségek, rengeteg segítséggel kipofoztak, és most volt idén a megnyitója, most két hete vagy valahogy igen. így. És akkor jöttek is? Gyerekek is volt, hogy ne? Hát ez volt az apropó, mert mi más lenne, igen. Biztos emlékeztek a Szentendrei híd, meg a szigeten keresztül húzott Euróveo 6 sorsára és történetére, ami nekem azóta is rettenetesen fáj. Igen, és üzenem a Füleg Zsoltnak. De hogy azt gondolom, hogy a szigeten belül most is, hogyha lenne jobban egyértelműen, akár csak jelzett, de mondjuk kicsit kialakított kerékpáros infra, és az észak-déli közlekedés az igazából nem a szigeti útra korlátozódna, hanem azokon a gátakon, ahol most is lehet biciklizni, csak nem jó. Azok mondjuk valahogy jobban ki lennének építve összekötve így a településeket. Na szóval, hogy szerintem ebben csomó potenciál van, hogy ti mit láttok ebben, illetve még azt is rákötném a kérdésre, hogy a Dunakanyarban lévő kerékpáros turizmus az elég jelentős, tehát hogyha a szigetnek sikerülne ebből lecsípni még további látogatókat, akkor a turizmusból származó bevétel lehet, hogy mondjuk valami...
Hát turizmusnál ugye pont igen gondoltunk a tehát a biciklis turizmus, tehát kiszolgálni a bicikliseket, mert ugye most ki van írva egy biciklis pihenőhely, de esküszöm, nem tudom, hogy hol és milyen módon tudna meg. Hát persze a tópartján lehet ülni, mert egyébként a tó szép, csak nincs kidolgozva annak se a környezete, és itt nem térkőre gondolunk természetesen. Tehát az egyik a biciklis, a másik pedig ugye a víziturizmus, ugye, mert hogy körbe van, ölel bennünket a Duna, így van, tehát a csónakok, kajak, kenú, mindenre lehetne építeni, plusz van egy tavunk, ugye, ami hál' az égnek az önkormányzat tulajdonában van, na, azt is meg lehetne szépen csinálni, és ugye amiről beszéltünk, hogy mi nem mennyiségi turizmus szeretnénk, hanem minőségi, tehát hogy, és ebbe tartozik a biciklis is egyébként, mert aki már egy bicikli befetszöl és folyam, jár vele, stb., az abszolút a minőségét jelenti. Tehát, hogy ezeket kiszolgálni. Erre van, egyelőre vannak elképzeléseink, mi dolgozunk rajta, tehát itt most nem merülnék el ebben, mert nem tudom, hogy mi lesz a vége. Bocsánat, hát ugye talán az Euróveló kapcsán azért érdemes azt megemlíteni, hogy ugye híd nem lesz, úgy tűnik. Ugye mi is kaptunk egy olyan belső információt, hogy már ne számítsunk arra, hogy Szentendre és Szigetmonostor között lesz. Igen. Viszont ugye itt valamikor 16-ban volt egy hídkijelölő terv a Pócsmegyer és Lányfalu között. Ugye szeretnénk Krisztával ezt újra előhozni, és az Euróveló kapcsán kontextusba helyezni, és tárgyalni a megfelelő személyekkel, hogy hát ha egyébként az Euróvelónak akkor lesz bevezető szakasza, vagy kivezető nézőpont kérdése. Ugye pár... egy gyalogos és biciklis hídról beszélünk. Nekem bocsánat, ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy én még ott tartottam, hogy Kisoroszi és Dunabogdány, és hogy az lesz is. Az ott jönnek be, és aztán... De az lesz. Az lesz. Erről nem tudjuk, hogy nem lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, de elvileg lesz. Ugye a lejjebbi lesz meg, én úgy tudom. Azt mondták, hogy ami lejjebb van dél felé, Kisorosziba, az a híd fog megvalósulni. Azt mondta, azt hiszem Rácz Lajos, talán ő mondhatta nekünk. De... visszatérve még az Euróvalóra, ugye az elvileg a Szigetúton fog futni. Ugye említetted a gátat. Hát én is sokat bicikliztem picivel korábban, én Illatos útra jártam be, hát azért innen jól messze van. És én ugye gátat használtam, nem nagyon szeretek a Szigetúton menni, mert szerintem baromi veszélyes. Ugyanez igaz a Szentendrei útra. Már az elején ugye azt beszéltük, hogy ez a település az ketté van vágva a Szigetúttal. Nekünk nagyon előnyös lenne, hogyha a Szigetút mellett futna egy kerékpárút, mert azért az kapcsolatot tudna teremteni a két település részsel. Még gyalog, itt átjönni, meg sétálni a Szigetúton az szinte lehetetlen, kerékpárral se jó, tehát nekünk nagyon jó, hogyha a Szigetút mellett megy. Másrésztről pedig én úgy gondolom, hogy azért jó, hogyha ezt a gátat meghagyjuk a helyieknek. Mert azért, ha az Euróveló elindul, azon lesz egy nagy forgalom, ott nem fog majd az ember, mint ahogy most a gáton, egyszerűen kutyát sétáltatni, egyszerűen gyerekkel, csak úgy, babakocsival, ott azért jobban kell figyelni. Most először úgy zajlott az önkormányzati választás utáni időszak, hogy nem rögtön iktatottak be a polgármesterek képviselők, hanem van egy átmeneti időszak. Ezt az átmeneti időszakot élitek most is, hogy június 9-én, vagy 10-én kiderült, vagy 9-én éjjel kiderült, hogy te polgármester leszel, te maradsz képviselő, és többségetek lesz, és eltelt 4 hónap, és azt vélelmezem, hogy ezzel a tervek szövésével és tárgyalásukkal és ilyenekkel telt ez a nyár. Igen. Teljes vérzettel készültök október 1-jére, és tervekkel, reményekkel, energiával, akciókkal, hogy készültek ennek az október elsőjének neki. Tervekkel biztosan, tényleg egyébként ezzel töltöttük a nyarat, meg töltjük jelenleg is, tehát hogy írunk, tanulmányúton vagyunk más önkormányzatoknál, tervezünk, ezzel beszélünk, azzal. Ugye itt van még a hivatal is, nálunk szerintem azért nincs olyan helyzet, mint a nagyvárosokban, de itt is azért valamennyire hatékonyságot véleményem szerint növelni kell. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, mert nagyon feszes időszak elé nézünk. Bennem volt egy szkepszis, amikor meghozták ezt a törvénymódosítást, hogy ez milyen lesz, és most egyre több helyről ez jön vissza, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem rossz az, hogy van egy 3-4 hónapos átmeneti időszak. Ja, várjál, felkészülés. Figyelj, én még életemben voltam polgármester, tehát hogy képzeljétek el, hogy nem voltam egy polgármester, és így most belegondolunk, mondjuk most van a választás, akkor hétfőtől mehetünk bele. Korábban úgy volt?
Igen, és most persze lehet azt mondani, hogy hűha, az előző vezetés ugye ezt eltüntheteti, azt felmorzsolja, ledarálja, nem tudom micsoda, de amúgy se tudnál mit csinálni. Uh-huh. Szerintem. A másik viszont, hogy tényleg egy felkészülési időt valamennyit adott, tehát egy laufot, hogy utána meg bizonyos témák, ami közigazgatásban fontos lehet, vagy az első időkben, hogy arról egy kicsit többet tudjál meg. Hiába voltunk 5 éven át képviselők, azért az nem azt jelenti, hogy minden nap bejártunk, és ott ültünk, és mindent tudnánk, sőt, szerintem iszonyatos mennyiségű tanulnivalók van a jövőre nézve is. Tehát én is így veszem ezt egyébként, hogy ez egy tanulóidő volt. Vagy nem tanulóidő, felkészülési időszak volt pontosabban. Két dolog, amiről nem beszéltünk, nem is kéne ezt nagyon kifejteni, de amit nagyon kéne változtatni, az egyik az a kommunikáció, a másik pedig az átláthatóság. Tehát segíts, ez a minimum, vagy van egy... Van egy hogy ilyen... Van olyan, az már 2014-ben igen, is tehát, volt, hogy 19-ben is van ilyen. Ami a 8. kerület, igen. Így van, tehát most első szerint. Is lett. Közben a podcast hallgatóinak mondom, egy macska próbál bejutni egy szekrénybe, és vajon kevesen kül, összeg ott van a vacsorája. Egyébként igen, ez egy jelzés volt. Úgyhogy zárjuk le gyorsan a podcast. De ezért tépte fel akkor az ajtót, igen. Na de van még 2 rövid rovatunk. Akkor... Készültem. Olvastatok-e olyan sztorit, hogy kutatók 5 majmot összezártak, volt benne egy létra, a létra tetején ott volt a kaja, és hogyha elindult egy majom föl a létrán a kajáért, akkor a másik 4 kapott hideg vizes zuhany nagy erős sugárral, és megtanulták a majmok azt, hogy nem szabad az ötödiknek elindulnia föl a létrán a kajáért, tehát elkezdték visszahúzni, megverni, majd utána kicserélték azt az egy majmot, aki fölfelé indult egy teljesen újra, őt már úgy kezdték el megverni a másik 4, hogy már nem is jött a vízsugár, csak átadták ezt a tudást, vagy ezt a tanult reflexet a majmok egymásnak. Majd nagyon, utána... nagyon kemény módszernek tartanám a hivatalban ezt, tehát... Majd utána egyesével elkezdték kicserélni a másik 4 majmot, és akik nem kezdtek el ezen a létrán fölfelé menni. Magyarul az a kísérlet vége, hogy mind az 5 majom ki lett cserélve, már nem jön a hideg víz, de mégis megverik azt a majmot, aki elindul a létra tetejére. Tehát ezzel én rendszeresen találkozom a Facebookon ilyen megosztásokban, hogy ez, lám milyen tanulságos ez a történet. Hogy hát így működünk mi is emberek, így húzzuk vissza azokat az embereket, akik jót csinálnának, már nem is tudjuk, hogy miért húzzuk vissza, így vagyunk szocializálva, holott csak el kell indulni a létre tetejére. Na szerintetek ez a sztori, ez igaz-e? Hát a sztorit ismerem, nyilván, meg én is olvastam. De akkor te is olvastad. Így van, tehát nekem megvan, amiről mesélsz, de valóban sem foglalkoztam azzal, hogy ez honnan szemben. Annyi kegyetlenség történik, tehát egymással szemben is annyi kegyetlenség. A történelemre visszatekintve azért borzalmas dolgok. Mert a Stockholm kísérlet volt, meg ezek a kísérlet, ezek azért voltak, szerintem akár emberek van. Is. Van, ez ugyanolyan, mint amikor a családba továbbadódik valami generációról. Generációra is kiderül, hogy azért kell a sonkát, a nem tudom melyik fazéban főzni, mert a dédmamának csak olyan fazek a bőr is. Igen, ő azt mondja, hogy úgy fiam, mert... nem volt más edénye. Így van, minden. Tehát szerintem ez simán lehetett. Tehát én patkányokkal rémlik hasonló kísérlet, és ott is átadták egymásnak a tudást, és minél gyorsabban tanulták meg utána az útvonalakat. Szóval én azt gondolom, hogy ez valid. Én is azt gondolom, a brit tudósok ebben biztos, hogy beleléptek. Most ezzel elveszed az élét a határozott kiállásodnak, hogy szerinted igaz, hogy a brit tudósokra hivatkozol. Hát sajnos én abszolút azt gondolom, hogy simán belefér, hogy megcsináltak egy ilyet. Zoli, te még nem én is az igennel szavazok, igen, hogy ez megtörtént. Kíváncsi vagyok, mi az igazság. Sajnos csak nagyon kevés politikus osztotta meg, általában magánszemélyek szokták osztogatni. Nem találtam most a látványosat, hogy lám, milyen államtitkárok, meg miniszterek, meg politikusok osztották meg ezt a sztorit. De az van, hogy nem igaz. Nem igaz. Kicsit olyan a feelingje, hogy igen, osztogatták helyet, tehát nem osztogatták, csak osztogatták, nem moszkvicsot, hanem nem tudom, Zaporozsát, vagy nem tudom. Szóval nem igaz a történet. Ebben a formában nem igaz. Volt kísérlet, de nem létre volt, a tetején nem kaja volt, hanem játékok, ilyen műanyag játékok voltak, és ráadásul az eredmény, ami kijött, az pont gyakorlatilag a homlok egyenes az ellenkezője annak, mint ami itt a tanulság. Wow. Nem tanulmányozták a csoportdinamikát, mert hogy nem volt ilyen értében csoportdinamika, hanem párok voltak bent, és a párok valahogy reagáltak erre. És az történt, hogy
Valóban, hogyha elkezdték cserélgetni a majmokat, akkor néha átadták, de volt olyan majom, akinek nem sikerült átadni ezt a tudást, viszont több nőstény kezdett el jobban érdeklődni a műanyag. Tehát, hogy a nőstények így elkezdték így tanulmányozni, hogy akkor mi történik itt, próbálták fejben megoldani, a hím majmok pedig erőből próbáltak megszerezni a műanyag tárgyakat, és nem nagyon érdekelte őket, hogy mi volt a korábbi. De akkor ez szerencsére nem volt azért annyira brutális, mert ugye a kaja van ott, akkor az arról szól, hogy táplálkoznom van, kell, nem kell életben kell maradnom. És nem lelocsolták őket hideg vízzel, szóval, és mondom, ráadásul a több nőstény a párok közül a másik nőstény tagnak megtanította, hogy oda lehet menni, és az a műanyag játék, az használható. Magyarul a csajok jobb arcok, mint a pasik. Igen, egy kicsit az jött ki, hogy jobb arcok, mint a pasik ilyen erőből és ilyen dúlva-fulva oldják meg a problémát, és volt, ahol átadták a tudást, és volt, ahol nem sikerült átadni a tudást. Nincs tanulság, az a tanulság, hogy nem kell bedőlni feltétlenül minden ilyen jól hangzó. A jól hangzó és egyszerű dolgok általában. A Stanfordi börtönkísérletről is kiderült hány év után, igen, hogy nem igazán volt. Úgy volt. De alapvetően igen, tehát, hogy akár még igaz is lehet. Tehát, abban, amit elmondta, hogy banánnal is lelocsolják, és ide, tehát csúnya logika nem van benne, igen, tehát nem fosztogatnak, igen, de hogy... A tanulás átadása az egy létező dolog. Ez egy létező dolog, és ez mondjuk egy elég kegyetlen mechanizmus, vagy metódus lett volna, de... Igen, csak ott azért elveszett azért a dolog, amikor mindenki ki lett cserélve, de mégis azt csinálták. Tehát ott azért... Igen. Ha egymás után cserélsz, akkor lehet, ha egyesével cserélsz, akkor nem. Persze, tehát mindig maradt egy... A legenda szerint egy olyan maradt, aki tudta, igen, vagy kettő mondjuk. Ez kicsit az a sztori, hogy ugye megfő a béka, ugyanerre próbál utalni, és nem feltétlenül van ez így az eredeti kísérlet szerint. Ez egy ilyen hatalomtechnikai trükk, hogy úgy kondicionálnak minket ezekkel a történetekkel, hogy elfogadjuk a sorsunkat, hogy nem mehetünk fel. Hát erre egy ilyen mese, csak a valóság alapja az nem egészen ez. Szerintem a háttérhatalom lesz itt a ludas. De szerintem egyébként ez működik, tehát ez a megfő béka a fazékba, tehát ez most jelenleg ebben élünk, tehát... Utána kell nézni ennek a békás sztorinak, hogy ez igaz-e. Na, ez tök jó. Jól van. Ennek utána kell nézni a következő adásban. És van még egy utolsó. Egy utolsó. Nagyon gyorsak leszünk. Nagyon gyorsak leszünk? Gábor, a podcast hallgató. Agytágító. Nagyon sokféle témát dolgoz fel a hölgy, és tulajdonképpen hát ugye fejtegeti ezeket a témákat, megkeresi, hogy volt-e valóság alapja. Te hallgatsz podcastokat, és van olyan, amit ajánlanál hallgatóinknak? Nem nagyon hallgató podcastokat. Ami az orrom elé kerül, az az igazság, tehát hogy mit tudom én, ugye a Vörös Andrisnak a lángolóját, ilyesmi, de az orrom elé kell, hogy kerüljön, tehát nem. Nem nagyon. Nektek valami? Én most láttam valamit, és ha már ajánlottuk, akkor kérlek, szólj rám. Nyáron biciklizés közben valahogy ráakadtam egy podcastra, az a címe, hogy Hekk és Lángos. Én ezt pár évvel ezelőtt már ajánlottam egyszer, de nem tök jó. Két fiatal fiú volt most a podcastban, nem tudom, hogy akkor az milyen felállásban ment. Hárman lehet, igen. Akik láthatóan ilyen nagyvállalati informatikai biztonsággal foglalkoznak. Lássul ilyen napi szinten, tehát hogy nem a, hogy mondjam, a nagy kitalálók között vannak, hanem azok, akik alkalmazzák a vállalati biztonságot. És azért nagyon jók, hogy sztoriznak a mindennapjaikról, mert pont az, hogy ahogy kapunk egy e-mailt, meg kapunk egy ilyen becsapós Facebook üzenetet, és így tovább, ezeket folyamatosan mesélik éppen aktuálisan, hogy abban mi az átverés, és hogy mi az, amire érdemes figyelni, és én ebből az értelemben tartom hasznosnak ezt az infót, hogy ez ilyen napra kész. És egyébként nagyon cuki stílusban mesélnek ezekről a történetekről. Én is hoztam most többet. Az agytágító mellett, akkor én mondom másikat, mert szintén párba hoztam őket, az Ace Combine, ami egy... Ismered? Vagy? Igen. Tényleg? Egyetlen egyet végre. Tényleg? Mert hogy az egy... Tényleg? Mert ez gyerekeknek szóló podcast, az Ace Combine, és ilyen anyuka a kislányával csinálja, és a kislány külföldi ráadásul, vagy hát gondolom vegyes házasság, és egy lány nem mindig jut eszébe magyarul, hogy mit, és akkor mondja az anyukájának. Igen, és akkor mondja az anyukájának, hogy tehát mondja angolul, és akkor anyuka mondja neki, hogy az mi magyarul.
és mindig ilyen témákat foglalkozott, 10-12 percben, hát nagyon rövid. Akkor nem ajánlottuk. Nem ezen egy olyan perc, nem ajánlottuk jó. Még. Én ezért hoztam, mert őket találtam párba, hogy jó, de érdekes, hogy van az észkombány, és akkor van az agytágító. Podcast gyerekeknek én még, tehát én nem tudom, van ez a műfaj. Nem tudom elképzelni azt a gyereket, aki podcastot hallgat. Én se, és mégis kifejezetten ez a neve, hogy podcast gyerekeknek észkombány. Nagyon izgalmas. Eszter és Xi. És az Xi a kislány szerintem. Janus. Igen, a szóval, hogy... nem látom hogy, a kisbetűkkel. Hogy nagyon nő gyerekeknek van. Ezt a kettőt hoztam, mint ilyen, nem tudom, tudományos, vagy hát tudományos ismeretterjesztő, hogy... És egyébként, amit még néha hallgatok, az a jövő zenéje. Azt nem tudom, azt ismeritek-e. Az a Vörös Andrásnak, Vörös Andrisnak ugye a műsora, és az ilyen vegyes felvágott. Tehát ugyanúgy Rab Árpád jövőkutatóval beszélt, igen, a... hogyan befolyásolja az életünket majd a mesterséges intelligencia, de például mivel fizetünk a jövőben, a kereszténység jövője, tehát hogy... Minden, ami jövő. De hát gyakorlatilag egyébként és igen, mert hogy a jövő... És remélem, hogy Benefox Holzmeier jövőjéről beszélgetni. Már tudod, hogy beszélgetünk párszor, úgyhogy igen. Hogyan kézelték el például a jövőt 100 éve, de hogy nagyon izgalmasan fogja meg általában a témákat. Jó, jó beszélgetések, tehát hogy könnyű jó hallgatni. De van még 3 könyves podcast, amit még hoztam ajánlónak, hogy hozzá kérlek, ajánlónak. Kérlek. Mondtuk, hogy sokat hallgat. Az egyik az a neve, hogy Pizsi Dizsi podcast. Hogyha... Attól tartok, hogy ez nem hangzik olyan megvonulósnak, vagy lehet, hogy pont Pizsi ezért. Pizsi Dizsi? Két csaj könyvekről, és kurva jól beszélgetnek. Okay. Legutóbb a Marica Durina, vagy hogy hívják ezt a Durica Marina? Vagy Durica, igen. Egy felvidéki írónő, magyar írónő, aki egyébként Brüsszelben él, mert hogy a férje a feledi, és az uh-huh. amiatt élnek Brüsszelben. Magánéletének ilyen epizódjéről nem tudtam. Durica Katarina. Durica Katarina, igen, szóval az ő könyveiről, és tudom, ez is rövid, tehát 25-30 perc alatt beszéltek a legújabb könyvvel, és elképesztő jó volt, és nagyon súlyos témát jártak körbe, a bérmanyaságról beszéltek, és nagyon, tényleg nagyon, nagyon súlyos volt ez a podcast, csak azért mondom, hogy tehát ő, de közben irodalmi, tehát könyves podcast. Én úgy vagyok, hogy ne riasztolni egy kicsit a neve, de hát lehet, hogy a Zolinak rögtön megtetszett a Pizsi Dizsi név, úgyhogy... De csak a névig jutottam el, A Pizsi Dizsi. Én a Pizsi Dizsi. De nem azt mondta, hogy a negyedét jutott el, gondoltam, hogy az a Pizs. Vagy igen. Aztán egyszer csak földobta, nem a Spotify, az én podcast lejátszom, az írta és olvasta a nevű podcastot, ami szerintem évek után most frissült először. Emlékeim szerint, és egy nagyon furán nevető lány, meg egy srác együtt beszélgetnek, és a furán nevetése ellenére érdekes volt, tulajdonképpen is meghallgattam, és úgy látom, hogy egyébként jó könyvekről, meg izgalmas könyvekről beszélgetnek, szóval, hogyha valaki az irodalom iránt érdeklődik, akkor esetleg próbálja ki a Vikta és Olvasta nevű podcastot, és a harmadik pedig a Világos Könyvklub, ez a neve, és a legutolsó két adásokat viszont végighallgatom, és úgy nézem, hogy ezt őket fogom hallgatni. Fantasyről meg sci-fi irodalomról beszélgetni. Az érdekel, mert hogy ez a kedvenc műfajom. Az egyik adásuk a Kormorán Baru sorozatról, amiről életemben nem hallottam, nem is olvastam, nem is fogom, de úgy tudtak arról beszélgetni, hogy érdekes volt számomra. Meg a Dűnéről beszélgettek, ami nekem egy nagy kedvencem, szóval, hogy akit érdekel a sci-fi fantasy, az iratkozom föl a Világos Könyvklubra, én azt mondom. Na, science fiction szerettem, mondjuk a klasszikusat, Asimov, Arthur C. Clarke, Stanislav Lem. Beszélgetnek, igen, hát ez a Dűnéjük egy szerintem már klasszikusnak számít. Hát klasszikusnak, pont nekem nem a kedvenc, annyira, de igen. Ilyen mindig el szoktam mesélni, hogy... Nekem az egyik ilyen klasszikus alapélményem az olvasással magával, hogy én nagyon sok sci-fit olvastam ilyen egész pontosan a rendszerváltásig. Mert az történt, hogy a rendszerváltásig, ugye ez egy szerkesztett műfaj volt, azok a szerzők jelenhettek meg a könyvesboltokban. Akit Kocka Péter beengedett erre a piacra. Kocka Péter. Galaktika sorozat. Kifinom hát ízlése volt. Nagyon jó ízlése volt. De lássuk be, hogy azért, hogy mondjam, ez egy elég szelektált csapat volt, aki megjelent a könyvesboltokban. És amikor ennek így vége szakadtott valahol a rendszerváltás környékén, akkor hihetetlen mennyiségű, egyébként többnyire ócska sci-fi ömlött be ugyanezekbe a könyvesboltokba, és én ott álltam, és nem tudtam, hogy ebből mit kell, vagy mit érdemes megvenni.
az internet még nem támogatott engem abban, hogy, hogy ezekből választak, és én ott úgy jártam, mint a, tudod, a kisgyerek, aki egyszer csak kapott 5 kiló legót, vagy azóta, vagy bélyeget, bocsánat, úgy szól az eredeti spíc, igen, hogy egyszer kaptam egy kiló bélyeget, vagy ötöt, és azóta nem gyűjtöm a bélyeget, tehát, hogy én itt elvesztettem az érdeklődésemet, ezt tömen, ez igen, ebben van valami, viszont ez a Galaktika sorozata, tehát azon a Kozmosz könyveken és egyebeken kívül a Galaktika sorozatom szerintem minőség. Itt szerintem nagyon jó, a fordítók is kiválóak, ugye, olvashatunk azért nagy neveket közöttük, és gyűjtöm is egyébként. De ez a régi Galaktika, igen. Most feltámasztották a Galaktika. Hát már nem ugyanez. Ez ugyanaz, amiért abba hagytad a rendszerváltáskor. Már 15 éve feltámasztottak, nem most támasztottak. Igen, körülbelül. Látszik, hogy azóta nem foglalkozik. Már 15 éve feltámasztották, feltámasztották. Én egyébként 90 után voltam kamasz, meg fiatal felnőtt, és megnyugtatlak, jelentek meg jó könyvek, csak valóban keresni kellett őket. Még mielőtt elengednélek benteket, még egy szolgálati közlemény, egy utolsó podcast adás, ezt mindenképpen el akarom mondani. Nekem nagy kedvencem volt a Szószátyár rádió műsor, ami ugye már nincsen, mert hogy a Kálmán László meghalt, Nádasdy Ádám meg nem vitte tovább, de képzeljétek el, hogy hallgatható podcastként, tulajdonképpen ha aki akarja, ugyanis RSS linkjük, ugye akkor podcast, egy podcast, hogyha van RSS linkje, szóval van RSS linkjük, be lehet állítani a telefonba, és bármelyik régi adást meg lehet hallgatni a korábbi RSS linket használva, és tökre ajánlom az összes hallgatónknak, hogy akár az elejétől hallgassátok végig, elképesztő az összes Szószátyár, én ezt tökre ajánlom. Csak ezzel akartam, ezt mindenképpen akartam mondani. Igen, az egy nagyon jó műsor volt. Tényleg. Nagyon jó műsor volt. És nagyon hiányzik szerintem egy ilyen műsor. Na, köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Itt voltunk Surány 2-ben. Pocsmegyer Surányról beszélgettünk. Jó. Onnan, hogy köszönjük szépen, akkor minden hallgatok. Magyász. Magyász Krisztával és dr. Szilvágyi Gáborral. Mi voltunk a podcast a 101-es szobából, és jövő hónapban is jövünk egy új adással. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.